Sziasztok, Ádám vagyok. A Tekettőt nézitek, és a Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2015-ös verzióját látjátok, amit itt a CES 2015-ön mutatott be a Lenovo. A készülék több változáson is átment az előző modellhez képest, hiszen a 2014-es X1 E-Ink-es funkciógombokat kapott, amit mellőzött immáron a Lenovo, ez nem jött be annyira, illetve visszakerültek a fizikai nyomógombok a pöcökegérhez. Maga a készülék az 14 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, amely mattított felületű, ami abszolút pozitívum, még úgy is mattított, hogy egyébként, amint látható érintőpanellel rendelkezik. A keret az viszonylag keskeny, egészen kellemes, ugye nem annyira nagy a gép ezáltal. Felülre kerül sztereó mikrofon, webkamera, illetve egy visszajelző LED a webkamerához, és itt oldalt látható még egy fényérzékelő is. A gép alja a megszokott ThinkPad dizájnt kapta, szürke készülékházzal, a touchpad egészen jó méretű, még úgy is, hogy különálló gombok tartítják ugye itt felül, még alul a kattintásra szolgáló gombok az érintő felület részét képezik. A billentyűzet egy nagyon minimálisan talán átalakult, kicsit másabbak a gombok, megvan a pöcökegerünk természetesen továbbra is, illetve ahogy mondtam is, visszakerültek a fizikai funkció gombok a tavalyi E-Ink megoldás helyett. A bekapcsoló gomb itt van felül, és hát igazából ennyi. Még ami említésre méltó, az az ujjlenyomatolvasó, ami megtalálható a gép oldalán. A fednap ugyanúgy néz ki tulajdonképpen, mint az előző modellnél, itt nem nagyon látni változást. A gép oldalról 17,7 mm vékony, tartalmaz egy USB 3.0-át, egy, ha jól látom, ez egy Ethernet csatlakozó, amit átalakítóval lehet használni. Itt van a hűtőnyílás, a gép hátoldalán egy SIM kártya slot van csak, ugye LTE képes modellnél ez hasznos lehet. Ezen kívül pedig oldalt van a dokkolóportként is funkcionáló töltőcsatlakozó, egy teljes mértékű HDMI, egy DisplayPort, illetve egy USB 3.0, ez használható telefon vagy más töltésére is kikapcsolt állapotban, valamint egy combo audio csatlakozót kapunk még. A gép alján 2 darab hangszórót találunk, illetve itt van a hűtés nyílása még, más nagyon nem is került alá. A ThinkPad X1 Carbon 2015-ös verziójának a kijelzője már 1920x1080 pixel helyett 2560x1440 pixeles, azaz VQHD. Hát ez pillanatilag egyébként ez a modell éppen nem ez is jó, csak át van állítva, tehát így láthatjuk is a maximális felbontást. Nyilván ez viszont a Windows esetében azért elég kicsi elemeket jelent, itt ez látható is, a Windows 8 nem skálázza annyira jól, emiatt van az, hogy valószínűleg 1600x900-ra volt itt a demogépen is állítva a felbontás, ami azért kicsit érdekes, de így még azt tudom, hogy egészen elfogadható a képek mérete, illetve a képi elemek mérete a kijelző. Hardware tekintve már a legújabb 5. generációs Intel Core processzor tartalmazza a gép, jelen pillanatban egy 256 gigás SSD-vel, de lehetne akár 512 gigabájtos is ez az SSD. Amint látható, az Intel Core i7 5500 processzor került bele, 2,4 GHz-es órajel, 8 GB RAM-mal, illetve amiről nem beszéltem még, hogy akár 11 óra is lehet az üzemideje a készüléknek. Ez volt hát a Lenovo ThinkPad X1 Carbon, kövessetek minket továbbra is a tekettő.hu oldalon, sziasztok!